Hello, sziasztok, Norbi vagyok, és a mai adásnak a témája a zöld hitel, hogy mi lesz a zöld hitellel, mik az új hírek, mik az új benfentes hírek. Gyertek, tarts velem, hogyha érdekel, aktuális, ha nem aktuális, akkor is hasznos lehet számodra. Tehát mi történt? 200 milliárd forint volt a keret, amire lehetett pályázni. Gyakorlatilag az volt az ökölszabály, hogy 120 milliárd forint kif keretig gyakorlatilag ilyen szabadrablás volt a piacon, és 120 milliárd forint felett a maradék 80 milliárdnál meg van egy stop, ez van most, és a MNB a 120 milliárd forintnyi keretnek a felhasználásnak az arányával fogja szétosztani a bankok között. Piaci plegykák szerint már, már azt tudni, hogy az OTP a felét el fogja vinni valószínűleg a piaci kapitalizációja miatt. Jelenleg már nem fogadnak be a bankok új zöld hitel-zop igénylést, ugye és nyilván ezzel kapcsolatban akkor a, zo a zöld hitel mellé igényelhető, vagy az a párhuzamos egy konstrukcióban a 0%-os hitel sem adható be. Ü és most egy nagy piaci pánik alakult ki gyakorlatilag. Nagyon dura volt a helyzet, mert még kezdjétek el, tegnap reggel is még kérdeztem egy két banki forrásomat, hogy na be még zoppot. Mondták, persze, persze. Két órával később pánikolva mindenki hív meg ír, hogy, hogy hát képzeljük el, már de több bank nem nem fogadunk be, meg ma estig, meg holnap estig. Nyilván, aki valaha közvetített hitelt, azt tudja nagyon, hogy a nulláról nem tudsz egy építkezési anyagot, vagy akár egy új építés lakásásállást összepakolni tervezői szakági nyilatkozatokkal, engedélyekkel, mindennel képtárség. Tehát akinek nem volt már ott az asztalon tegnap reggel vagy délelőtt az anyag, az valószínűleg az, az nem is tudta beadni. Szóval ez egy ilyen aranyos határidő volt. Gyakorlatilag a bankok sorra kezdték el így becsukni az ajtót. Ennek az oka piaci belső információk alapján az az, hogy Hát egyrészt az, hogy a 120 milliárdok felhasználásra került, és most mindenki arra vár, hogy az MNB újraossza a kvótákat. Vannak olyan plegykák, és akkor most jön a plegyka, tehát ez nem bizonyított, ez nem biztos, hogy így lesz, de én azt hallottam itt a, a madaraktól a fa tetején, hogy le lesznek a bankok, és egyre több helyről hallom ezt, akik valószínűleg, miután szétosztották a kótákat, azután se fognak ZOP befogadni, ugyanis állítólag az asztalon ott van már több mint 200 milliárd forintnyi igénylés, úgy Cuzán men a rendszerben. Kicsit ilyen, erről már volt szó, hogy kicsit buta volt a, a rendszernek a hát gyakorlatilag az adminisztrálása káosz volt, mert volt, aki érted előszerződéssel befogadhatott anyagot és foglalhatott keretet, vagy bocsánat, nem csak befogadta, és hogy jött a végleges, majd foglalt, meg aztán volt, hogy mikor foglaljuk, mikor nem, többet vettek be a bankok, mint amennyit lehetett volna. Közben ugye az a most már a kommunikáció mindenhol, az volt ma az elmúlt napokban is, hogy úgy veszük be az anyagot, hogy korán sem biztos, hogy te több még megkapod a zöld hitelt, és lehet, hogy piacitát kapsz, amelyeket nagyon kell tud lenni, mert hogyha te számítasz egy két és százalékos ö, kamatozású zöld hitelre, meg 0 nulla százalék sok hitelre, és akkor így a, már benne vagy a folyamatban egy hónapja, nyilván ott már benne áll a pénzed, akár foglaló, tehát ott már van nagyon komoly bukni való, és akkor így a bank, hogy a ja, szóri nem, de cserébe hitel, ami egyébként Ja, hát a, ezen idő alatt kétszer is emelkedett, tehát jobban jártál volna, ha de erről mindjárt lesz, hogy hogy milyen stratégiát tudunk alkalmazni. Tehát uh, simán benne van a levegőben, hogy nem biztos, hogy mindenki fog befogadni zöld hitelt a jövőben, de nem akarok pánikoltatni, mondom, ez csak a madarak csicseregték, és kell, lehet, hogy nem igaz. Tehát lehet tehát ezt nevet készpénznek, csak most az én fejem miatt fáj, mert ezt hallom most már folyamatosan. Uh, Oké, okay, hogyan. Ja, igen, meghosszabbítják a keretet, nagyon nagy az esélye, hogy nem fogják meghosszabbítani a keretet. Nagyon meglepő lenne, hogy ebben az inflációs környezetben az MNB újabb pénzt zúdítana a piacra. Egyszerűen ez olyan lenne, mintha nem tudom, lenne egy erdőtűzés, akkor... 5 hektoliternyi üzemanyagot irálocsolná el, azzal a cég elolvasta a tüzet, hát ő lenne. Nagyon azt gondolom, hogy a ukrán-orosz konfliktus, a, az a gazdasági válság, amelyre egyébként az egész világ halad, ez az inflációs nyomás, ez, ez egyszerűen kizárja annak a lehetőségét, hogy ráadásul az MNB és most évekre azt prognosztizálják, hogy veszteségesen fog működni. Annak köszönhetően, hogy megpróbálják ugye itt azért szinten tartani a gazdaságot, vagy legalábbis nem hagyni teljesen elsüllyedni, nyilván nekik ez a feladatuk. Tehát igen, tehát nagyon kicsi az eső, hogy erre plusz forrásokat szabadítanának fel, főleg úgy, hogy a választások után egyfajta költségvetési sok fog érni minket, és, és már lehet készülni, hogy lesznek megszorítások. Nyilván pozitív vagy akkor, abban reménykedsz, hogy kevesebb stadion lesz, mi annyira nem fogjuk megérezni. A, a pessimistább vagy akkor pedig valószínűleg mindenhol az életünkben lesznek ilyen megszorításszerű dolgok. Tehát ezt már túléltük párszor. Na igen... Hogyan készülök az ügyfeleimmel? Hát alapvetően most már az a kommunikáció, hogy, hogy aki, aki most jön hozzám, hogy hú, híja szerint zöld hitelt, hát onnan kezdjük a kommunikációt, hogy hát nincs zöld hitet. Tehát az, hogy most két, három, meg négy hónap múlva beadnád, nagyon hirtelen, ugye nagyon gyorsan lettenek a bulinak vége, ez megint nyilván senki se gondolja, hogy egy nap alatt került a rendszerbe 100 milliárd meg, meg egy nap alatt történt ez, hanem valószínűleg hát itt a kommunikáció, hogy nem volt e -e egyértelmű, nem volt up-to-date, és, és ilyenkor hirtelen borul a dominó sajnos. Uh tehát úgy készülünk, hogy ki kell számolnunk az ügyfelekkel azt is, hogy mi van, ha nem. Sőt, indulunk ki abból, hogy tudod-e finanszírozni, és megérje neked a saját lakásprojektet piaci hitellel felvenni. Ha igen, hogy kiadja a matek, akkor, akkor lehet tovább lépni, mert arra appellálni, hogy majd lesz zöld hitel három hónap múlva, és te be tudod adni, az jelen tudásunk szerint egy veszélyes fantasmagória, aminek van esélye, csak nagyon kicsi, és sajnos az a baj, hogy amikor te egy lakást, akkor a kicsi esélynél biztosabban os valószínűséggel berakod a foglalót, amit buksz, ha visszalépsz. Tehát nekünk ezt meg kell nézni. Nyilván itt a hitelezhetősége is van gond, hiszen étem vannak, emelkedő kamatkörnyezet, nekem már be kell hogy mi lesz három hónap múlva az irányadó egyedik kamat, szóval az elég komoly számításokat végzek az ügyfeleimnek a háttérbe, hogy egyáltalán ilyen szinten be tudjuk satszolni, mi, szám mire számíthatnak. Két-három hónap előre én most nem gondolkodok, gondolkodnék ügyfek helyébe. Viszont nagyon fontos, hogy felírtam magamnak, hogy hát mennyire vészes ez a piaci hitel. Ez nagyon vésd a buksitba, hogy könnyen lehet az, hogy két szék közé fogsz a földre esni. Mire gondolok? Le, vannak olyanok, akik abban reménykednek, hogy lehet majd zöld hitelre beadni, be is fogadja a bank, és Elérhető lesz. Nyilván ez nagyon sok szereplős, hiszen ha mondjuk tegyük, hogy 200 milliárd van most a rendszerbe, tehát 120 milliárd elment, de egyébként az se így megy, hogy 120 milliárd nem nyilván arányok vannak, tehát könnyen lehet, hogy valahol felhalmozódott, akinek nem volt annyi kerete, vagy nem lesz annyi kerete. De lehet arra számítani, hogy mondjuk 10% az ügyleteknek, mondjuk 200 milliárd, vagy marad egy 80 milliárd vagy 8 milliárd, az kifog esni vala egy ponton, mert nem fog megfelelni, visszalép az ügyfél, valami lesz. Vagy vagy 5 És akkor ugye felszabadul hely, csak ezt így nem fogjuk látni. Uh, tehát éppen ezért lesz az a bankok szedik be folyam. Tehát nem úgy lesz, hogy szólnak, hogy jaj, még van ennyi, hanem az lesz, hogy fontos adott az anyagot, ha egyáltalán befogadja, és akkor így bekerülsz így a lista és egyszer csak így vagy sorra kerülsz, vagy nem. Ha nem, akkor hát át kell a piaci hitelé. Uh, viszont, amíg te vársz, ugye arra, hogy zöld hitele bead, addig ne fejtsük, hogy a kamatok emelkednek a piaci hitelnél és ez hoztam számokat. Már most tudom neked mondani, hogy a piac egyik legjobb piaci ajánlatát adó bank a következő két hétben két alkalommal is fog emelni kamatot ez úgy uh, nem biztos, hogy publikus, uh, ezért nem, nyilván maguknál nem is mondhatok, nem publikus, de már jönnek az infok, és más bankoktól is jönnek, hogy emelnek, rá fognak emelni. Ez mit jelent? 60 millió forint 25 évre, ez zöldhitelnél ami nem egy ilyen meglepő szám, Mai, uh, tehát a, a zöldhitel kamaton ugye ez a két és fél százalékon. Most hagyjál a két százalékkal, nem érdekel a két százalék. Nekem arról megvan egyébként a véleményem, hogy vagy így, így ilyen versenybe kezdett egy két bank. De teljesen mindegy. Most a lényeg az, hogy mondjuk, hogyha a standard két és felett nézzük, 269 ezer a törlesztője. Ha mai kamaton, tehát ma elérhető legjobb kamaton nézzük, akkor mondjuk így hunyorítva 361 ezer a törlesztő. Tehát itt már alapból van egy nagyon laza, 30, 90 ezer ja, forintos törlesztőbeli különbség. Két hét múlva a mai tudásom szerint 379 ezer lesz ez a törlesztő, azaz a mai kamat, piaci kamathoz képest is ugrunk ennél a hitelnél havi törlesztőbe 18 ezer forintot. Egy hónap múlva a mai tudásom és információim szerint, ami nyilván részben piaci, részben belsős info, 386 ezres törlesztőre lehet majd egyedi szegmensbe számítani ekkora hitelnél. Ez azt jelenti, hogyha te itt bocsánat, nem akarlak pánikoltatni, lehet, hogy nincs igaz, ez nagyon szubjektív számok, ne, ne, ez egy a kiinduló pont, ez csak egy gondolati sík. Ezen a gondolati síkon, ebben az alternatív dimenzióban, ez azt jelenti, hogy ha te vársz a zöld hitelre, amire hogyha nem adhatod be, vagy nem fogják befogadni, vagy a nap végén nem kapod meg, de közben egy hónapot kivártál, és egy hónap alatt emelkedett ennél a hitelnél a kamat, annyira amennyire én is számítok, akkor 110.000 ezer forinttal lesz több a törlesztőd havonta. Ez gyakorlatilag egy ilyen laza egyharmad emelés. Ez, 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 már, erre már azt mondom, ugye a múltkor csináltam videót azért 15 ezer forintos havi a különbség azért ne állj el, 110 ezer forint 60 milliós hitelnél, az már nagyon durva különbség. Az már azt gondolom, hogy, hogy az már game changer különbség lehet, és az már elgondolkodtató, hogy, hogy -e ez neked okés vagy nem. Hozzáteszem, hogy ezeknél a hiteleknél ugye az a nagy elő, vagy nem előny, csak az egy pozitívum, hogy ki lehet majd váltani. A kiváltás költsége, ha három éven túl váltott ki és minősített folyaszobarát van, az 1 százalék. Tehát magyarul 60 millió forintnál 600 000 forintos díjért, tudom, most megijedsz 600 ezer, de valójában 60 millió forintos hitelről beszélünk, megmondom máshogy, milliónként 10 ezer forintos költségért, na így már hogy jobban hangzik, ki tudod váltani. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk most egy hónap felvezet 6%-on ezt a kamatot, de mondjuk 5 év múlva. Lesz ez a kamat mondjuk 4% vagy 3,8%, nem biztos, lehet, hogy soha nem lesz, csak a, cik a gazdaság és a kamatoknak a ciklikusságát figyelembe véve elképzelhető, hogy egyszer egy visszaindulunk, akkor kitod tud váltani, és akkor igazából az a kérdés, hogy ezt a havi törlesztő különbözetet, ezt a felárat gyakorlatilag 5 évig fizetted meg, és hogy abba belefér a tematekodba. Tehát itt azért lehet átnyalni a képet nagyon egyszerűen, ráadásul az infláció, hogyha viszont marad, akkor az is lehet árnyalni, hogy a mai 386 ezer, az nem ugyanaz a 386 ezer, mint hogy mondjuk három év múlva fogsz üzleti 386 ezer. Teljesen más dolgokat tudsz majd belőle venni. Más értéke van, mindig egyre romlik elméletben. Szóval ez ez lehet árnyalni a képet, de nyilván sehogy sem néz ki jól, hogy ennyivel akár több is lehet ugyanarra a a törlesztő. És, és, csak hogy miért, miért mondom azt, hogy gondolkozz -e a alternatív megoldáson. Mert ha például ma beadott 360 ezer törlesztőre, az is azért havonta 25 ezer fontos különbséget jelent a egyik a másikhoz képest. Van, akinek ez lényeges, van, akinek nem. Évi 300 000 forint. És itt az a baj, hogy úgy kell dönteni, hogy nem tudjuk, hogy hogy kell dönteni. Nincsen egyértelmű direktíva. Nem tudom neked megmondani azt, hogy figyelj, biztos, hogy újra fognak a bankok befogadni. Biztos, hogy nincsen az asztalon 200, is, 200 milliárdnál is több igénylés, ami csak arra vár, hogy megnyíljon az újabb keret, és akkor befogadható legyen az is, mert úgy 200 milliárdot teljes volument nézve, semmi sem biztos, és mindennek az ellenkezés igaz, egy biztos kamatemelés lesz. Tehát ez, ez ezzel amit mondom, itt kettő megerősített, tehát számomra engem hivatos, tehát félhivatalosan nekem meg más közvetítőt megerősített kamatemelésekről tudunk, tehát az biztos, hogy drágulni fog a piaci hitel. Pánikoljunk-e? Ez a nagy kérdés. Semmiféleképpen ne pánikoljál. Gondold át, számold át, és végez kockázat elemzést, hogy, hogy mire mész rá. Nyilván az hogy győzelem egy ilyen helyzetben, hogyha a zöld hitelt meg tud igényelni, de, de azt gondolom, hogy megfelelő kockázatkezelést kell végezned, hogy számodra mit jelent az, hogyha a zöld hitelt nem kapod meg, és piaci kell menni. mennyit számít az, mint ebben a példában 20 ezerrel több vagy kevesebb lesz az a havi törlesztő. Mondjuk, és ez nem, nem, tény, tehát lehet, hogy kevesebb lesz a különbség, vagy lehet, hogy több. Tehát ezt sem tudom neked ígérni, ezek csak sats per kb. Uh, vagy ha egyáltalán bele akarsz-e vágni, vagy nem, ezek egy nyilván azokra vonatkoznak, akiknek már meglévő, folyamatban levő zöld hitelük van, vagy már ők erre rak é rakják össze az anyagot. Nekem is van jó pár ilyen ügyfelem, uh, akik meg ma gondolkozna ebbe nekik azt mondom, hogy vagy gondolják át ezt a piacitelt, izlelgesség, barátkozzanak vele, akár induljanak el ebbe az irányba is, nyugodtan szólhattok nekem is, e-mail alul és átbeszéljük, stratégiázzunk minden, vagy pedig várunk. Van, akivel megbeszéltük, hogy figyelj, egy hetet várunk, addig a MNB talán nyilatkozni fog valamit, és akkor a MNB nyilatkozása után meg a bankok is kinyilatkoztatják, hogy akkor most mi a direktíva, hogyan tovább. Lehet az is egy stratégia, hogy összepattintjuk addigra az anyagot, így besatszoljuk, hogy ki az, kihez nagyjából be lehet majd adni, és mi, ha megnyílik ez a kapu, hogy mégis lehet jönni, akkor gyakorlatilag már ott lesz az például az ügyfelem, az én asztalomon az anyag, és abban percben én már már ülök az autóba, és viszem is be az anyagokat, és kihisztizem, hogy fogadják be, ha lesz lehetőség, és akkor megyünk így sajnos jobbat nem tudok. Valóban várható volt, hogy ez lesz a vége. Írd meg kommentben, hogy neked milyen élményei, tapasztalatai vannak, mit hallottál. Nagyon fontos, hogyha hallottál valami pletyit, vagy valami gondolatot, mindig tedd oda hozzá kommentbe, hogy ez pletyi, ez szubjektív vélemény, vagy ez tény. Nagyon fontos ez jelölt, mert az a baj, hogy itt most egy ilyen elkezdjük dobálni a dolg, random dolgokat a kommentbe, és az emberek megnézik a komment szekciót, lehet, hogy félretód őket vezetni, nagyon kemény, és az a baj, hogy itt most nagyon sok pénzről van Szó, tehát jelezd azt, hogy mi az, ami vélemény, mi az, ami tény. Mert ugye nem mindegy, hogy valakinek véleménye van, vagy ténye van. Jó, hát ennyit akartam, szétmód kérnek. Sziasztok!